Na sziasztok srácok, én Rihi vagyok, és igen, most keltem nemrég, de inkább beszéljünk erről a csomagról, itt nem látszódik, nem is mutatom meg, mert rajta van, hogy honnan hozták, honnan rendeltem, és rajta van a címünk is, szóval csomagoljuk ki. El nem tudom nektek mondani, mennyire vártam már ezt a csomagot, de megértitek majd, hogyha kibontom, basszus. Inkább csak úgy széttépem. This is my box, bitch. Kaptunk hozzá ilyen. Vagy ilyen pukkasztható, jaj, bocsánat, ezért voltam. Ilyen pukkasztható genyó. Ezt nem pukkasztom ki, be, hogyha vissza kell küldeni a terméket, akkor baszhatom. De még egy pukkantyúk, és van még egy, meg még egy ilyen cucli. És a kis jószág, ami ebbe benne van, mondjuk be a címből kiderülhetett, az azt rohadt, de neki. Nehéz. Ez egy Logitech C920-as kamera. És mivel előlapi kamerával csinálom a videót, ezért megfordította. Úgyhogy, ja, akkor hogy mutassam? Sehogy nem tudom. Mindegy. Tehát ott van Logitech. És ez a kis cukiság 30 ezerbe kerül úgy nagyjából, na jó, azért kevesebb, de én 19 ezeres akcióval vettem. Kiszállítással együtt, utánvétellel, ugye nem, mi biztos, hogy nem fizetünk bankkártyával, tehát hogy ha ki se hozzák, akkor ne menjen el a pénz, akkor inkább plusz számolunk, meg amúgy se szeretünk mi bankkártyával fizetni. Úgyhogy mínusz a pénztárcámból, egy jó kis 20 ezerest odaadtam édesanyámnak, hogy amikor átveszi, akkor... Szóval boldog születésnapot, Ricsi! Ne, amúgy nem sokan lesz a születésnap. Basztok! Jézusom! Jézus, nem bírom ti! Wow, milyen nehéz! Na, ebbe van anyag! Ez nagyon szexi. Nagyon kekszi. Ezt Bernie szokta nekem mindig mondani, hogy neki valami tetszik. Ez azért... Hát nem semmi, be kell vallanom nektek. És... Ez a videó se egy olyan videó, hogy én most felvágok a pénzemmel, hogy mit vettem. Nem tudom melyik videós, de azt hiszem TikTokon van egy olyan videós, hogy Mit vettem, azt azzal szakálják, hogy hát mennyi pénze van meg, hogy hol dolgozik. Van benne menet. Lehet így felrakni állványra. Úgyhogy én most ezt bedugom, és összehasonlítjuk az én kis régi kicsike Trust HD 720p-vel. Hát szerintem már kinézetről is el tudom dönteni, hogy melyik lesz a jobb. Tehát, hogy ez egy kis szar mellette. És elmondanám nektek, hogy az alja az már el van törve. Egyszerűen, akkor föltetted a monitorra, akkor nem így állt, mint régen, hanem így lekonyult. Vagy nem, hátra, mert hátra húzta a kábel. Ez a golyó itt el volt gyengülve, kitágult az a lyuk. Úristen, ez most rohadszerül hangzott, na mindegy. És... Úgyhogy ennek a talpát, azt a kormányomnak a pedál csatlakozójának a kábeljét, tartójának használom. Reggel van, srácok, jó? Reggel van még. De várok a legjobban, ugyanis őre rohadtul kíváncsi vagyok. Ez egy 1080p-s, 30 fps-es webkamera.
azért bevallom őszintén, 60 FPS-nek jobban örültem volna. De ha jobb a minőség meg a szín, az már jó. Mert hogyha egy picivel másabb fény jön, akkor ez a webkamera a zöld hátteret éppen, hogy egy centivel a szőnyeg mellé dobtam, tehát szőnyegre akartam. Na. Úristen, de szép. Na, teszteljük le! Most ezt nem tudom eldönteni, úgy mutassam, hogy elindítom a gépen a felvételt, vagy... Is it satisfying? Mit tudom én, micsoda. Oh my god! Na, végre sikerült leszedni, és itt van a kis talpacske. Ezt imádom az új cuccokba. Semmi más nem érdekel, csak hogy szét tudjam szakítani. Öt. Ide rakjuk. Úristen, de cuki! Ott marad! Nézzétek! Hát de gyönyörű! Na, és akkor most hozzuk ide a régi fost. Kérdezhetitek, hogy talp nélkül ez hogy volt itt? Mert... hát nem így, de most így is jó lesz. Amúgy. Ja, most így jó lesz. Legalább lesz összehasonlítás. Na. Úgyhogy én most ezt a kamerát facecamnak rakom, és ti meg OBS-ből látjátok, amit fölvettem. Mert miért ne? Na, ti most engem facecamként láttok, és én most állítom be, hogy jó legyen. Úristen, de kíváncsi vagyok, hogy melyik a jobb, de hogyha nem a Logitech a jobb, én kiugrok az ablakon, srácok. Tehát, úristen, videóban láttam. Na mindegy! Csak, hadd nyissam. Hogy akarom letesztelni, hogyha semmelyik sincsen bedugva? Istenem, de hülye vagyok. Tehát itt van a Trust HD 720p kamerája. És most látjátok a C900 anyám. Ez a Logitech. Nézzétek, már most felálltam, és milyen szép képe van. És amúgy ami a legjobb a Logitechben, hogyha elé teszel valamit, az befókuszálja. Hát majdnem. De elvileg be kéne. Tehát azért meglehetősen látszik, hogy a Logitechnek egy az nagyobb a kameralátása, meg szebbek a színei. Mondjuk nem tudom, hogy miért ilyen sötét, de most letöltöttem hozzá a drivert. Úgyhogy ezt letelepítem. És csinálok vele valami színvel, hogy ide jövök, akkor jó a szín. Meg amúgy befókuszálja a kezemet is. Most emberek, mint ahogy látni, itt a kamera. És én mondtam, hogy nem fókuszál. Most hát szerintem ennyit erről. Mert így persze, hogy nem fókuszál, de... Mert a fókusz nem arra van, de... Most hagyjatok békén, légy szíves. És... Hogyha fókusz így rakom, akkor már rá kell fókuszálni. Ja. Tehát én lerakom a fókuszt, mondjuk így... Hát így már egyből szar. De itt ez a... Ó, na nekem ez kell. Hagyjatok már békén, hogy baszódjak! Na. Körülbelül ez az a fény, ami nekem kell. És így szedik ki mögüllem a hátteret a C920. Jó, most kék pólóban vagyok, azt tekintsétek el nekem, de ez azért valójában szebb, mint ami régen volt.
Úgyhogy, és igen, most a monitorom tetején van. Sose volt a webkameráim a monitorom tetején, de most már lesznek. Ugyanis ez már mérföldekkel jobb. Meg igazából, hogy kicsikét hangyázik, akkor ide rakod magad, és már nem is látszódik, tehát... Wow. Tehát... ilyen minőségre kell számítanatok a C920-nál. Nem egy gyorsan megnézzük a beépített mikrofonját. És hát ilyen hangminőségre kell számítanatok a C920 esetében. Szerintem eléggé meg lehet vele elégedni, hogy ha simán egy meeting vagy egy beszélgetésre kell, akkor szerintem ez a mikrofon teljesen jó. De az előbb, amikor teszteltem, ugye az én mikrofonom az van erősítő, mert eléggé kis halkocska az én kis mikrofonom, de erősítve jó a hangzása, és ilyen volt. Na, és ilyen hangra kell számítanatok a C920 esetében, ugyanis most a C920-nak a mikrofonját halljátok. Szóval, ja, boldog karácsonyt, Ricsi, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!